Üdvözlöm Önöket! A Demokratikus Koalíció online sajtótájékoztatóját látják arról, hogy nem nyomoz a rendőrség Bájer Zsolt feleségének PCR tesztek beszerzésére kötött szerződése ügyében. Idén októberben a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőjeként írásbeli kérdéssel fordultam Polt Péter legfőbb ügyészhez, a Bayer Zsolt felesége, Bayerné Matusovics Andrea által vezetett országos vérellátó szolgálat koronavírus teszt beszerzéseinek ügyében. Mint ismert, Bayer feleségének igazgató jóváhagyásával fizetett ki milliárdokat a vérellátó szolgálat PCR tesztekért egy cégnek, amelyet Bayer feleségének ismerősei egykori egyetemi társai vezettek. A kérdésemet Polt Péter feljelentésként értékelte, és a rendőrség ezt továbbította. Azonban a napokban kaptam készhez a budapesti rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztályvezetőjének levelét, amelyben közölte, a rendőrség nem indít nyomozást, mert semmi gyanúsat nem találtak az ügyben. Ahogy tehát az Orbán kormány eddigi összes piszkos ügyét, úgy Bájerné ügyét is a szőnyeg alá söpörte Orbán hatalmi gépezete. A demokratikus koalíció szerint csak a Dobrev Klára vezette szociáldemokrata kormány tudja megakadályozni, hogy az Orbán kormány és milliárdos üzleti körei még több pénzt lopjanak ki az egészségügyből. Csak egy erős állami egészségügy állíthatja meg a kormányváltás után, hogy Orbánék magánegészségügyi cégeket juttathassanak milliárdos profithoz a magyar adófizetők pénzéből, Miközben az állami kórházak és rendelők egyre rosszabb állapotban vannak, eladósodnak és orvos hiánytól szenvednek. Ezért Dobrev Klára árnyék kormánya a szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után. Magánkórházak helyett erős állami egészségügyet, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Addig azonban alig, ha számíthatunk igazságszolgáltatásra Magyarországon, amíg Orbán Viktor és csatlósai, így Polt Péter legfőbb ügyész és a rendőrséget irányító Pintér Sándor belügyminiszter hatalmon vannak. Ez bizonyítja a Bayerni ügyében indított nyomozás visszautasítása is, hiszen az indoklásban például az is szerepel, hogy önmagában az a körülmény, mely szerint a közbeszerzésben érdekeltek, tehát Bayer Zsolt felesége és a koronavírus teszteken milliárdos profitot bezsebelt cégtulajdonosok ismerték egymást, és ugyanazon szegedi orvosi kalon végeztek, nem ad okot még gyanúra sem. Pedig egy alapos vizsgálat igenis fényderíthetne arra, hogy tudtak az Orbán kormány üzleti körei hatalmas profitot bezsebelni a koronavírus járványon, ahogy tették például a használhatatlan kínai lélegeztetőgépekkel is. A demokratikus koalíció szerint csak Dobrev Klára a szociáldemokrata kormánya tudja megakadályozni, hogy az Orbán kormány és milliárdos üzleti körei még több pénzt lopjanak ki az egészségügyből. Csak egy erős állami egészségügy állíthatja meg a kormányváltás után, hogy Orbánék magánegészségügyi cégeket utathassanak milliárdos profithoz a magyar adófizetők pénzéből, miközben az állami kórházak és rendelők egyre rosszabb állapotban vannak, eladósodnak és orvoshiánytól szenvednek. Ezért Dobrev Klára árnyék kormánya szociáldemokrata fordulatra készül a kormányváltás után, azaz magánkórházak helyett erős állami egészségügyet, a milliárdos elit kiszolgálása helyett igazságos Magyarországot akarunk. Köszönöm szépen!